Szálem aleikum! Ezúttal a hotel konyhájából vagyok kénytelen tudósítani, mert az udvar foglalt, ugyanis az épületet szabályosan megszállta a német válogatott, mert rájöttek arra, hogy ez egy csöndes kis zug, ahol kiválóan lehet csapatot építeni. Most itt vannak kint az udvarban, busonganak, agyalognak, tűnődnek azon, hogy a szivárványos jelvényeiket hogyan tudnák minél jobban elrejteni, hogy a FIFA és az éles szemű cenzorok ezt ne vegyék észre. Ugyanis teljes egészében annak tulajdonítják a múltkori japánok elleni 2-1-es vereségüket, hogy nem volt velük a doppingszer, a szivárványos kapitányi szallag és a szivárványos különféle jelvények, zászlók. És hát Neuer most azon gondolkodik, hogy fölvesse annak lehetőségét, hogy esetleg genetikailag ültessék be a játékosokba a szivárványos jellemzőket, mert akkor nem lenne látható, vagyis külsőleg nem lenne észlelhető ez a dolog, de viszont ők nagyon éreznék ennek az előnyeit. Állítólag Rüdiger már tett is bizonyos lépéseket ez irányba, a szó szabályos konkrét értelmében, ugyanis a múltkori mérkőzésen olyan futást mutatott be, ami szinte már ilyen genetikai manipulációra hajaz, és nagyon emlékeztet a tevék által gyakorolt sivatagi futásra, tehát a rossz nyelvek és a pletykák szerint a Rüdiger már átesett ezen a genetikai beavatkozáson. Nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a következménye, vagy a folytatása, minden esetre a németek most próbálják magukat összeszedni, hogy mégiscsak a kezdeti kudarc ellenére megnyerjék ezt a világbajnokságot is. Majd meglátjuk, hogy milyen sikerrel folytatják a kissé döcögősre indult kezdést. Csak úgy, mint az argentinok, akik egyébként nagyon erősen aspiráltak, hogy szintén ebben a hotelben építenek majd csapatot. Igaz, hogy ők nem a szivárványos jelvényeiket próbálják titkon elhelyezni, mit tamott, hanem csak úgy egyszerűen szomorkodni, búslakodni, hogy nem jött ki a lépés. És hát a két válogatott fej mellett aspirált erre a nagyon jó helyre, és a végén úgy tudom, hogy pénzfeldobás döntött a németek javára. Hát hozzájuk bizonyos módon és mértékben még csatlakozhatnak a horvátok is, akik, amit mutattak a legutóbbi mérkőzésükön, az egyszerűen botrányos volt, egy világbajnoki második helyezettől ezt nem lehet elvárni. Ötlettelen, fáradt, unalmas játék volt, amit bemutattak. Mentségükre legyen mondva, hogy nagyon nehéz évadon vannak ők is túl, csak úgy, mint mások. És hát meglátjuk, hogy lesz nekik is a folytatás, mint hogy a szerbeknek is, akik viszont a brazilok ellen betliztek, de olyan szinten, hogy egyszerűen nem jutottak el jóformán az ellenfél kapujáig, ami nem jellemző egy szerb vagy egy balkáni válogatottra, még akár kisebb országok esetében sem, úgyhogy számomra ez is nagyon nagy csalódás volt, innen lehet nagyot dobbantani, nagyot javulni, mint ahogy ezt az irániak megtették, ugyanis hatalmas meglepetésre, de teljesen megérdemelten legyőzték West 2-0-ra. Ez egészen friss információ, és amikor ezt a tudósítást tartom innen a konyhából, akkor Katár próbálja ezt a csodát megcselekedni a szenegáliakkal. Még nem tudom, hogy milyen eredmény kíséri majd a fáradozásaikat. Most egyelőre ennyi. Még csak annyit szeretnék előjelezni, hogy a következő adásomban arról fogok majd beszélni, hogy mi tetszik és mi nem tetszik ezen a világbajnokságon. Mindenesetre maradjanak képbe továbbra is, iratkozzanak fel a csatornára, nyomják meg a harangocska gombát, hogyha új tartalom kerül ki, akkor azonnal kapjanak róla értesítést, és kövessék továbbra is a fejleményeket. A viszontlátásra, sziasztok!